Ettél-e már kutyáradat? Soha. És már kóstolnál? Nem. Nem? Nem, megmondom őszintén, hogy én ezt nem kívánom. Nem kívánom a kutya eledet. Hát amúgy néha jól néz ki, amikor a kutyám eszi. Hagytál már büntetőt mérkőzésen? Én már kivettem egyet. Még az előző csapatomban odaállítottak, és vezettünk 16-2-re, vagy valami ilyesmi, és a negyedik negyedben az edző szólt, hogy menjek fel. Hát kapufát lőttem, és az ellentámadásból üres volt a kapu, de nem tudták belőni, úgyhogy legalább gólt nem kaptunk abból, hogy élődtem az 5 méteres. Én még soha, szerintem. Nem adták még ötöst. Szerintem még soha. Hát nem lövök túl sűrűn azért. Én már igen. Na, mikor? Még Ausztráliában, ilyen 7 évesen tetves lettem. A few moments later. És most képes lennél leírni? Most szerintem nem. Nem lennék. Te? Én sem. Hát... Nem emlékszem rá, hogy kizártam volna magam. Nem emlékszem. Olyan volt, hogy kapunyitót nem vittem, akkor meg átmásztam, úgyhogy ezt megoldottam. Én még sohasem késtem meccsről. Na, mikor? 2 évvel ezelőtt Magyar Kupán, amikor a mostani barátnőmmel találkoztam, kicsit elkéstem meccsről. Randiztunk. Jani, bár volt az ezzel? Azt hiszem, igen. És mondtam, hogy csajozni voltam, és mondta, hogy akkor nem baj. Nekem olyan volt még 2 évvel ezelőtt, hogy összetévesztettem. A Komjádiban játszottunk, és én a Szigetre mentem. És futottam át, de nem értem oda. De nem volt ciki, mert a másik kapus meg még nagyobbat késett én. MVLS plusz VLV-n voltak videók, aztán azokat dobták föl. Igen, én is ugyanazt. Én ChatGPT-nek szoktam írni magamról, hogy mit gondol rólam, aztán azzal szoktam beszélgetni. Hát így írja le a vízilabdás pályafutásomat, és tök jól leírja, hogy így, úgy, amúgy, szóval. 2 mondatban, ha? Hát úgy fél, ami belefér. Valakit lenyomasztál már a közösségi médián? Hát biztos, biztosan. Hát igen. Ja, biztos valami kis hölgyet még régebben, de már nem emlékszem. Szerintem én is. Lehet, de nem tudom. Valakit biztos. Tudod, ilyen fake profilról, és akkor nem látja, hogy én írok neki, tudod? Vagy nézem. Következő kérdésre már utaltál is, csináltál már fake profilt is? Jó, persze. Igen. Régebben. Tehogy is? Már nem, hát ez amikor 12-13 voltam, és akkor meg voltunk körülve a lányokért, tudod? Néztem, hogy miket rakott ki, a letiltott, meg ilyenek, tudod? Miért tiltott le? Hát, ha összevesztünk egy kicsit. Nagyon izgulok. Kerestél már magadra a Google-en? Még soha nem kerestél el magadra? Nem. Szerintem föl sem vagyok. Aztán már esetleg a közösségi médián? Erről akarsz beszélni? Kit kerestél? Nem tudom, nagyon sok embert, aki esetleg úgy a hétköznapokban találkozom bele, és úgy érdekel, hogy mivel foglalkozik, igen. Ragadtál-e már bent a hajós uszodában? Nem merik átzárni. Nem. Amikor én bekerültem, akkor még nem is zárták szerintem. Voltál-e már kopasz? Szerintem nem. Hagytál-e már ki valaha büntetőt? Biztos. Emlékszem is. OB1-ben az elsőt Ács Bercinek. Igen? Igen, emlékszem. Nagyon fiatal volt, én meg már akkor is öreg. Ettél-e már kutya eledet? Nem. Ugrottál-e már be medencét a ruhástól? Hát azt hiszem, igen. Mutatkoztál már be más néven? Akár szórakozó helyen, ez mikor, hogy volt? Többször volt egy olyan része az életemnek, amikor a kereskedelmi tévénél dolgoztam, és ott voltak ilyen
rendezvények, és ott rendszeresen szórakoztunk azzal, hogy úgy mutatkoztam be, hogy a saját nevemen, de mint juhász. És hogy van egy nyájam, és ez egy ilyen meghökkentő sztori volt. Többször. Ejtetted-e már be a telefonodat vízbe vagy WC-be? Nem, viszont egyszer liftaknába, egy liftnél, úgyhogy az ajtó és a maga a lift között, és emeleteket esett le, az durvább volt. De meglett, és úgyhogy másnap külföldre utaztam, tehát bonyolult volt kiszedni, de meglett.